Nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit a Kisvakont csatorna oldalán. Hát aki rákattintott erre a címre, hogy ássunk vagy ne ássunk a kertben, az minden bizonyal megpróbál megoldást keresni. Igen, és ez, ezen a, erre a szóra tenném a fő hangsúlyt, megoldást szeretnénk. Egy problémára tudjuk, hogy vannak problémák a kertben. Na most ilyen megoldások tekintetében a, a médiában, hát főleg ilyen magyar laktak területeken, kettő megoldás terjedt el, úgy igazán. Az egyiket az általam is nagyon tisztelt dr. Gyulai Iván hirdeti, a mémulcsos technológiájával, illetve a másik ö, típusú megoldás, amit igen-igen gyakran megtalálunk, az ö, egy angol új ember, Charles dóding talán vagy dóding nem tudom, hogy lehetne a nevét kiolvasni, nódig az azaz nem, nem ások, nem ásás, nem mentes kertészkedés megoldása. Az érdekessége ezeknek a megoldásoknak az, hogy ugye ez két külön halmaz, két külön megoldási módszer, de van egy, van egy meccete, tehát van egy, közös, van egy közös halmaz ennek a két megoldásnak, mégpedig az, hogy az ásás gyakorlatilag mind a kettő mindenképpen valamilyen káros, mindenképpen valamilyen elkerülendő dolognak mutatja be, ami minden bizonyal így is van. Én ebben a videóban nem szeretnék megoldást adni. Tehát erre vannak nálam ugye sokkal-sokkal felkészültebb és sokkal-sokkal okosabb emberek. Én abszolút nem fogok most megoldással szolgálni. Csupán csak a saját nem is, inkább kérdésnek nevezem, a saját kérdéseimet szeretném ezekkel kapcsolatba feltenni, válasz nélkül, és, és keresni igazából a választ. Tehát igazából én, én, én ennyit szeretnék, nem szeretnék megoldást nyújtani. És akkor kicsit belemennék abba, hogy, hogy amikor én ezt én abszolút minden ilyen jellegű videót megnéztem, ugyanúgy, mint valószínűleg minden más kert szerető ember, és érdekes, érdekes, kérdések fogalmazódtak meg bennem. Hát akit érdekel, annak elmondom, akit meg nem érdekel, az most mehet tovább. Hát kezdjük a dr. Gyulai Iván féle mémulcsos technológiával, hogy itt milyen kérdések vetődtek fel bennem. Amire, amire én lehet, hogy nem figyeltem eléggé, de még nem kaptam választ. Uh, induljunk ki abból, hogy a, Ugye én hobbi kertészeknek készítek videókat, hobbi kertészek nagyon gyakran kisebb városokból néznek. Ritka az, hogy nagyon nagy kertbe dolgozzanak. És induljunk ki abból, hogy valakinek van egy relatíve átlagos, tehát szerintem magyar lakta vidékeken egy olyan 500 négyzetméteres kert az a leggyakoribb kert. Tehát vannak ennél sokkal nagyobbak, persze, főleg vidéken, vannak ennél sokkal kisebbek, nagyon nagy városokban, de egy, egy, igazán átlagos kert, az nagyjából szerintem itt van, egy ilyen 500 négyzetméternyi terület. Na most, ha ezt a módszert, a mélymulcsos módszert szeretném alkalmazni, hát gondolom ezt már szegény Gyulai úr ezerszer hallotta, mindig belekötnek ebbe, hogy ez a mélymulcs, ez egy iszonyatos mennyiségű, volumenű, takarás. Tehát ha ő ugye azt ajánlja, hogy egy 50-60 cm vastagon fedjük be a kertünk földjét, tehát ásás helyett vastagon takarjuk és hozzunk létre humuszt, akkor ugye ehhez 50-60 cm vastagon különböző száraz anyagokkal, például szalmával, falevéllel, tehát egyéb száraz anyaggal, illetve ö, zöld anyagokkal, vagy esetleg istáló trágyával együtt, ugye takarnunk kell a földünket. Ö, a helyzet az, ami, 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 ezzel, ami ezzel engem egy kicsit ö, megakaszt, nevezzük így, az a következő. Amikor ezeket a módszereket nézzük, akkor az elején, el kellene döntenünk, hogy mi a célunk ezekkel a megoldásokkal. Ugye két cél lehetséges. Az egyik cél az lehet az én. Az az, hogy csak az érdekel, hogy az én kertembe tökéletes legyen minden. Nem érdekel, hogy ennek van-e ökológiai lábnyoma, vagy, vagy éppenséggel azt szeretném, hogy azáltal, hogy az én kertem tökéletes, azáltal én egy pozitív ökológiai lábnyomot hagyjak, vagy pedig az érdekel, hogy a, úgy általában az emberiség szempontjából mit művelek én azzal a hatalmas területtel, amit föl területnek, tehát per föld globálisan értendő csinálok, amikor én például mélymulcsot vagy nem ásást követek el. Na most, ha a mélymulcsolásról beszélünk, én nem nagyon értek a mezők, a nagy, nagy tételes mezőgazdasághoz, de egy néhány szám azért megragadta fejembe, amit ugye az évek solyan, során olvasgattam, mégpedig a következő. Hát átlagosan manapság ilyen körbálákba ö, csomagolják a például szalmát. Na most a száraz anyag, amikor mémulcsolunk, az egy nagyon nagy mennyiség, és hát valószínűleg, amit a legtöbben be tudnak szerezni könnyen, nem kerül sok pénzbe, mindig kapható általában, hát az bizony a szalma lesz. Ugye ezt körbálákba szokták manapság csomagolni, és egy ilyen körbála, tudomásom szerint lehet, hogy tévedek, úgy nagyjából fél tonnás, és Hát a, a nagyobbik bálák általában ilyen, ilyen nagyjából, megint így írom ide, két köbméternyi ö, volumenűek, tehát két köbméternyi összenyomott, tehát zömített szalmát ö, fednek. Na most feltevődik a kérdés, hogyha én 50-60 centi vastagon mémolcsolni akarok, és mondjuk 1 a 30-hoz szénnitrogén arányban, hát akkor bizony nagyjából, hát mennyi is számoljunk, egy olyan, egy olyan 250-300 köbméter szalmára lesz szükségem ahhoz, hogyha a teljes kertemet szeretném mémulcsal lemulcsolni. Na most persze ezekben a bálákban összenyomva van ez a szalma, tehát ha nem lenne, akkor ugye innen már kijönne, hogy 150 körbálára van szükségem, hát annyira természetesen nincs, hiszen ezt amikor szétszállazzuk, akkor egy kicsit fel ö, lazul. De hát akkor is úgy gondolom, hogy akár nem tudom, lehet, hogy egy, egy több tíz vagy akár száz bálaszalmára lenne szükségem ahhoz, hogy ezt az 500 négyzetmétert 60 centi vastagon, némulcsozni tudjam, ami egy iszonyatosan nagy mennyiség is. Hogyha, hogyha ebből indulok ki, akkor nagyjából, megint csak nem értek hozzá, de én úgy gondolom, hogy mondjuk egy hektár földről, termőföldről, nagyjából, mit tudom én, egy, egy olyan körülbelül 15 bála szalma lesz az, ami, ami, alakul, és mondjuk ezt, ha így szétszálazom, akkor lehet, hogy talán elég lenne ahhoz, hogy én ezt lemulcsoljam, de lehet, hogy nem, nem tudom, mert még soha se használtam teljes egészébe fel ilyen körbálát mulcsolásra, tehát nem tudom, hogy pontosan mennyit takarna be, de igazából engem ez az a dolog, ami egy kicsit jobban bánt, hogy tehát ez kb. 30 köbméter préselt szalma, és akkor mondjuk a tízszeressére nő a volumene, ha szétszálozom, azért, azért számolok nagyjából így. Engem az zavar, hogy ahhoz, hogy én egy icorka-picorka 500 négyzetméteres földet bemémulcsozzak, ahhoz nem tudom mennyiről, de gondolom minimum egy hektár termőföldről be kell hozzam a szalmát. Na most, ha arról a természőföldről behozom a búzát is, meg aztán a búza alól a szárát, tehát a szalmát is, akkor feltevődik a kérdés, hogy azon az egy hektáron, vagy nem tudom hány hektáron, azon majd mitől alakul ki humusz. Ha mindent elhozok onnan. Más szóval, ha lerablom, tehát abszolút kiürítem azt a egy hektár, vagy két hektár, nem tudom mennyi földet, és minden jót elhozok róla, és ott hagyom pucéran, akkor, akkor, feltevődik a kérdés, hogy itt ebbe a csoportban most én még betartozom. Tehát amikor önös érdekből az 500 négyzetméter emelés kertemet 60 centi vastagon mulcsolom minden évbe, hogy évente létrehozzak 1 centiméter humuszt, akkor én most ezzel védem a földet, vagy ellenkezőleg önös érdekből gyakorlatilag kirabolom a mezőt azért, hogy nálam bent otthon egy picinke 500 négyzetméteren jó minőségű földet termeljek? Ez az egyik kérdés, ami bennem feltevődik, és nincs rá válaszom, nem tudom. A talán válasz lehet az, és egy kicsit kacsincsunk át a neássunk féle Charles Doding megoldásba. Megoldás lenne, ha azt a szalmát ásásmentesen termelnék meg. Hiszen akkor legalább nem rombolnánk a mezőt, ugye? Az a baj viszont, hogy az ásásmentes, nagytételes, mondjuk búza termelésnek az egyik alapköve az, hogy nem hozzuk be a szalmát. Nem, kint hagyjuk a mezőn. Ha behozzuk a szalmát a mezőről, akkor már a mezőt nem lehet ásásmentesen vetni. Úgyhogy itt, itt valami, itt ezzel, ezzel, ezzel itt valami nekem nem, nem világos. Ezt valahogy meg kellene értsem, aki tud rá választ, az segítsen megértenem. A másik dolog ezzel a ezzel a neássunkkal, és egyenőre még maradjunk itt, aztán majd áttérünk oda is ami, amire nem találom én a választ, hát egyrészt nagyon sokszor elhangzik egy olyan, hogy az anyatermészet az önmagától tökéletes. És igazából az ember az, ami rombolja. De ha az anyatermészetet magára hagynánk, és mondjuk nem ásnánk, nem nyúlnánk hozzá, nem csinálnánk semmit vele, akkor önmagától rétegenként képzi minden évben milliméterenként ezt a humuszt, és igaz, hogy sok száz meg ezer év alatt, de kialakul a tökéletes termőföld. A múlt nap néztem egy videót, aminek a témája a hortobágy volt. Hoppá! Szóval a hortobágy. hortobágy az 82 ezer négyzetkilométer az, az hatalmas. És egy érdekessége, hogy állítólag még vízszabályzás se nagyon volt itt, ember meg aztán szintén nem nagyon tevékenykedett, és elmondható, hogy ennek a hortobágynak a nagy része az megközelítőleg tízezer éve érintetlen. Ezért nemzeti kincs, sőt, világkincs, Na most feltevődik, hogy akkor a hortobágyon van-e megfelelő vastagságú humusz, vagy nincs. Tehát ott, ahol senki nem tett semmit, ott kialakult-e ez a nem tudom hány centiméter vastag humusz, vagy sem. Tehát ez a másik bajom ezzel a, ezzel a neásunk dologgal, hogy valahogy úgy van tálalva, hogy, hogy, hogy minden mindegy, mindegy, hogy domboldal, hegyoldal, völgy, mindegy, hogy van a közelbe folyó, nincs a közelbe folyó, mindegy, hogy milyen az éghajlat, mindegy, hogy minden, mert a természet majd minden tökéletesre csinál. És akkor feltevődik a kérdés, hogy akkor a hortobágyon miért nincsenek erdők, meg miért, nem, miért nincs vastag humuszréteg. Van valamennyi biztos, de én nem hiszem, hogy első osztályú termőföld lenne. Tehát valahogy nagyon egyoldalúan van erről beszélgetve. Itt, itt nagyon sok környezeti feltétel kell teljesüljön, szerintem. De lehet, hogy tévedek. Ahhoz, hogy ez tényleg működjön. És, és akkor, amikor ezekről nincs beszélve, tehát hogy, vagy az, hogy ilyen mennyiségű szerves anyagot behordok a kertembe, hogy az másut mit okoz, vagy amikor arról nem beszélünk, hogy beszélünk arról, hogy alakul ki a humusz, de mindig az erdőbe beszélünk erről, ahol, ahol alkalma van rá, hiszen rengeteg a szerves anyag, de nem beszélünk erről olyan helyen, ahol nem tökéletes minden, akkor én mindig valahogy mindig oda visszakanyarodok, így körbejárok állandóan azzal a gondolattal, hogy ö, valami, valami nem teljes. Nem ennyire, nagyon le akarunk egyszerűsíteni dolgokat, és valahogy nem ennyire egyszerű ez az egész. Na, de a fene tudja. Ezzel a neásással még ide egy percre, szintén a a Gyulai úrnál láttam egy megoldást, ugye kérdezték gondolom én sokan tőle, hogy ugye októberbe kell a mémulcsot létrehozni, tehát ősz végén, hogy az idejébe beérjen. Na de hát mit csináljunk a év közbe termelődő hulladékkal? Zöld hulladékkal, meg nem zöld hulladékkal, meg trágyával, meg stb. És akkor mutatta ezt a bakhátas megoldást. Ugye bakhát. A bakhát az azt jelenti, hogy így ilyen kis dombokat képeznek a földből, és a Gyulai úr ö, mutatta, hogy itt ezt a közt, ezt fel lehet tölteni, lehetőleg a, a föld domnál magasabban, ö, zöld hulladékkal, stb. stb. Tehát lényegében mély mulcs alapanyaggal. És akkor egyik évben ugye ide vetni, másik évben meg odavetni, és akkor így is megoldható. Na most kérdezem én, ha létrehozunk egy bakhátat, az, az nem ásás? De hogyha ez a bakhátos módszer működik, és ő kipróbálta, akkor miért nem működne az, hogy csak simán felásom és simán betakarom ö, megfelelő keverékű mulcsal. Ugyanis itt bolygatva van a föld, tehát akárhogy nézzük, bakhátnál igenis, nagyon is megbolygatjuk a földet. Tehát valahol itt, itt is, ezt nem, nem tudom, ö, a Facebook ö, csoportban sokan felhozták az ásást, és ilyenkor, ilyenkor neki szoktak ugrani az embernek, hogy hát ásni nem szabad. Ásni nem szabad, de bakhátat szabad? Vagy akkor ez most hogy van? Nem tudom. Én nekem erre nincs válaszom. Én megmondom őszintén, és nem is akarok senkit olyan irányba vinni, hogy én egy választ adok meg. Nem. Csak egyszerűen kérdéseim vannak ezzel kapcsolatban. A Másik módszer, ide még lehet visszatérünk, a másik módszer, ez az angol módszer, ez a no dig, ne ássunk, ez egy sokkal egyszerűbb megoldást mutat, legalábbis látszólag. Ugyanis lényegében ugyanazt mutatja, amit a gyulai úr, csak nem a földön készül el a komposzt, amiből a humusz lesz, hanem ő külön komposztot készít, és a komposztot kihordja a kerbe. Tehát lényegében leterít kartonpapírokkal egy területet, arra ráhalmoz egy 30 centi azt letapossa, mit tudom, 20 centisre, és abba termel, aztán minden évben rátesz még további 3 cm, és kb. ennyi. Tehát nem egy, nagy, nem, nem egy nagy csoda dolog ez a nódig rendszer. És itt, itt, megint csak feltevődik egy kérdés bennem. Meg itt a mémulcsnál is ugyanez a kérdés feltevődik hogy ugye kell a szárazanyag, ami általában a szalma itt a mulcsnál, meg kell a, a, nitrogén, ami vagy valami zöld hulladék, vagy istálló hulladék, tehát lovaknak, teheneknek, vizelete, széklete, stb. Hogy a, a, kérdés, ami feltevődik bennem, hogy, hogy a nódig rendszernél is honnan van a múlcs? Most tegyük fel, hogy valaki a kis 500 négyzetméteres kertjét itt is. Tegyük fel, valakinek nincs loa, meg nincs tehene, de szalmát azt tud szerezni. Na most a, hozzá kell keverjen zöld hulladékot. Na de kérdés, ha múlcsolja a kertet, és ugye tudjuk, hogy a mémolcs esetén nem lesznek gyomok, vagy ha igen, nagyon könnyű őket kihúzni, akkor honnan a csodából lesz a zöld hulladék? És ugyanez itt is. A Charles Dowding féle nódig rendszer. Nagyon klassz, hogy én odarakok 30 centi komposztot, és évente még 3 centit teszek fölé. Nagyon jó hangzik, de honnan szedem a komposztot, amit oda teszek? Hát ha egy, egy jó, aki csak így dísznek akar két kis ágyást, hogy legyen uh, évi 5 kiló paradicsomja, az rendben. Oké. Okay. Annyi mulcsot megvesz a boltba. De aki egy 500 négyzetméteres kertet akar így bemulcsolni, mulcsolni, bocsánat, beszórni komposzttal, az honnan a csodából szed 30 centinyi komposztot uh, mondjuk 400 négyzetméter területre, hogy legyenek néhány kis utacska is, ahol járni tud. Tehát honnan szed ennyit? És amikor tegyük fel az elején megveszi, tesz egy, csinál egy nagy befektetést, és az elején megveszi ilyen sokat, utána is mindig vennie kell lesz, hiszen ha minden ilyen tökéletes és gyommentes, akkor miből fog készíteni komposztot? Ugye? Ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, és mind a kettejüknek, aki megnézi a videókat, nagyon gyakran halljuk azt a szót kijelenteni, hogy etika. Hogy etikus-e valami, vagy nem etikus? Például nem etikus behozni a, az erdőről a lombot, hogy abból akarjunk, mert akkor az erdőnek teszünk rosszat. Ö, az nem etikus, de akkor miért etikus behozni a szalmát? Vagy miért etikus ebben a rendszerben? megvásárolni mit tudom én hány tíz köbméter komposztot, amit szintén behoztak valahonnan, tehát senkinek nem terem, a, nem potyog az égből, tehát valahonnan oda vittek zöld hulladékot, és oda vittek más száraz hulladékot. Tehát igazából ezek kérdések, hogy, hogy mi az etikus, és mi nem. Én nem tudok erre válaszolni. De kérdéseim vannak mind a kettővel kapcsolatban is. Itt visszatérve ezzel kapcsolatban is, ami, ami leginkább számomra egy kérdés, hogyha, hogyha az ásás ilyen nagy ős ellenség. Elkezdtek most kísérletezni, hogy például búzát termeljenek ásás nélkül, hogy egy szalma. Ha meg tudnánk a búzát úgy termelni, hogy nem ásunk, nem romlik a termőföld, az nagyon klassz, mert akkor ha akkor se tudnánk a szalmát bevinni a mély mozgba, mert akkor is vernénk vele tönkre a földet, de tegyük fel, hogy nem, és volna szalma ingyen. Na mindegy. Az ásás nem etikus, viszont bakhát az meg igen, az működik, de ásni nem szabad. És ugyanakkor itt, itt van egy problémám. Magyarországon sokan kipróbálták a nagy tételes termelést ásás nélkül. Speciális gépparkot igényel, de elméletileg lehet búzát, árpát, kukoricát, bármit termelni ásás nélkül. Modernizálni kell, új traktorok, új vető, új gépek, stb., de meg lehet csinálni. Viszont már vannak hazai tapasztalatok, és a hazai tapasztalatok azt mondják, hogy ásás nélkül van két eléggé nagy probléma, ami megjelenik. Az egyik az a gyom. Na most, gyom ellen lehet védekezni mély múlcsa, de akkor megint csak ki a fontos? Van ökológiai lábnyom vagy nincs? Gyom ellen lehet védekezni, hát gyomírtóval. És én biztos vagyok benne, hogy aki ásásmentesen fog mezőn búzát termelni, meg kukoricát, hát az valószínűleg gyomírtózni fog. A másik ásás nélküli probléma pedig az, hogy nem hozunk be semmit a földről, csak a terményt. A kórót, ugye a kukoricakórót, a szalmát kint hagyjuk, másodveteménnyel megpróbáljuk javítani a tarajt, ugye erről még én, ezt én is használom egyébként, tehát én nem ezek ellen beszélek, ezeket én is használom, csak vannak kérdéseim. És itt, itt van egy olyan dolog, hogy sajnos a, a kinhagyott kóróval, a kinhagyott szalmával bizony kimaradnak a betegségek is. És sajnos az nem bizonyult teljesen igaznak, hogy ha nem ásunk, akkor ezek a betegségek meg semmisülnek. Ez, ez így nem igaz. A gyakorlati tapasztalat az, hogy lehet ásásmentesen termelni gabonát, kukoricát kinn a mezőkön, de csak akkor, hogyha gyomírtózunk, meg akkor, hogyha általában kétszeresére növeljük a permetezést. Azért, mert a, a kint maradt növényi maradványokon kint maradnak lényegében a betegségek is. Tehát én nem. A, lesz majd olyan búza a boltba, meg olyan kukorica, amelyeken azt fogja írni, hogy ez bio, mert társás nélkül lett megtermelve. Nem tudom. Nem tudom. Tényleg ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. És hogy. Hogy ezek tényleg megoldások-e? Azt sem tudom. Tényleg nem. Egyiknél se abszolút nem tudom. Nem tudom, hogy kinek kedveznek. Tényleg nem. De abban biztos vagyok, hogy nem érdemes ebből valami öm, politikai akármit csinálni. Tehát az egész már kezd úgy kinézni a Facebookon is, hogy van a párt, meg a másik párt, a jobbos meg a balos, és, és csak az lehet igaz, amit, amit a balos mond, vagy a jobbos mond, és az önálló gondolatok azok menjenek a kukába. Én, én úgy gondolom, én úgy gondolom, hogy mindig vannak olyan kérdések, amire sem az egyik válasz sem a másik válasz nem nyújt megfelelő ö, információt. És ezért van az, hogy én még mindig úgy vagyok vele, hogy már vannak pártok, már képesek egymást egy kanál vízbe megfojtani, de én még mindig nem esküszök meg rá, hogy ezek ö, ebben a formában megoldások. Én megmondom, és persze, miért nem mondanék önálló véleményt is, van véleményem, nem akarom nem akarom ezt a véleményt hirdetni, de van véleményem. Tehát nagyon fontos, hogy én nem akarok válaszokat adni, nem akarok hirdetni, de van véleményem. A véleményem az, hogy mind a két megoldással az nem tetszik, hogy az anyagok, amiket használnak, azok nem helyiek. Tehát szerintem azt az 500 négyzetméternyi kicsinke földet úgy kell megpróbálni helyrehozni, hogy kizárólag helyi anyagokat használunk, ami ott termet meg azon az 500 négyzetméteren. Lehetséges, csak nagyon lassan megy, de meg lehet csinálni. Másodvetésekkel, zöldtrágyázással sokkal tovább tart majd, mint a, doktor dr. Gyulai új úr féle megoldás, illetve a Charles Doding féle megoldás, de én ha engem valaki megkérdez, hogy mi az, ami megoldás, akkor én, én, valami, valami olyat tudok elképzelni majd egyszer, ha lesz megoldásnak, amihez nem kell külső dolgokat bevonzani. Ezt megmagyaráznám, Európából ki, kiszámízték az összes komolyabb gyárat, bányát, mert hogy környezet szennyező. És akkor az európai Aktivisták, zöld párti aktivisták újonganak, hogy most milyen jó, mert most Európában nincs környezetszennyezés. De igazából nem szűnt meg a környezetszennyezés, csak A pontból átkerült B pontba. De ez így ebben a formában még nem megoldás. Ezen még finomítani kell. Tehát mindenki el kell döntse magának, amikor pártot választ, ha egyáltalán akar valaki pártot választani, hogy mi a fontos. Az egyén, vagy, vagy tényleg az ökológia érdekli, és akkor azzal foglalkozom. De szerintem valahol itt kéne tovább kutakodni. Na, de ez, a, ez, ez, csak egy vélemény, ezt nem hirdetem, és mélyen tisztelek minden más véleményt. Köszönöm a figyelmet, a viszontlátásra!